Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem csak azért, mert a keleti végekről jövök, hanem a mai előadás tekintetében is a HHH vonatkozik rám, halmozottan hátrányos helyzetben vagyok. Egyrészt azért, mert ha a programot nézem, már a zárszónak is vége, ehhez képest még van 20 percem. A másik hám az az, hogy olyan témáról kéne beszélni, amit a kötetben ketten Beliznai Kingával dolgoztunk föl, közel 30 oldalban, nem tudom, legalábbis kéziratban közel 30 oldalban, amire másfél óra kéne, hogy felolvassam. Hát harmadszor pedig olyan témáról kell beszélnem, amiről az itt ülők sokkal többet tudnak, mint én. Emiatt bocsássák meg nekem, hogy tulajdonképpen csak egy kaleidoszkópot szeretnék adni. Egy olyan előadást szeretnék most tartani, ami ismétlő jellegű, amire megint azt mondom, hogy én jogtörténész vagyok, tehát én a múltról szeretnék beszélni. És tulajdonképpen, mint ahogy Plutarkosz megírta a párhuzamos életrajzokat, én megcsináltam 3-3 diában a bírói jogállás párhuzamosságait. Kettő korszakban, az egyik korszak nyilván a rendi időszak lesz, a másik korszak pedig az 1869 évi négyes törvény által bevezetett új metódus, és a bíróválásnak és az egész bírói jogállásnak. A mairól azért nem beszélnék, ez lenne a harmadik része ugye a paneleknek, mert hogy most megint egy kicsit más helyzetben vagyunk, és akkor már megsértődnének a szocializmussal foglalkozók, hogy és akkor azt miért dobtuk ki, holott ott teljesen kidobtak mindent, ami előtte volt, és hát 1990-től éppen Solt Pár elnök úr jelentős részvételével azon dolgoztak, hogy visszakerüljön mindaz, ami megszakadt ugye a szocializmusban. Szóval rövid áttekintés, és az is gyorsan. Ami az 1848 előtti időszakot illeti, fenntartom magamnak a jogot, hogy 1848-ról cig beszélek, de nem 1848 a korszakhatár, ugye, hanem az előbb említett 1869 tulajdonképpen a bíróságok szervezetében. Mégis azért kell 1848 előtti bírói jogállásról beszélni, mert hogy a rendi korszaknak olyan sajátos felfogása volt a bíráskodásról, ami tulajdonképpen az 1848-as áprilisi törvényekkel szakadt meg. Csak néhány vonatkozás van a táblán. Ugye szó volt már elég sok részéről ennek az összehasonlításnak a mai napon. Ugye az alap az, hogy a bíráskodási tevékenység az egybeesik az igazgatási tevékenységgel. 1848 előtt kivétel nélkül, aki bíráskodik, az nem csak bíráskodott, hanem igazgatási tevékenységet is végzett. Legyen az a nádor, aki egyben a felső táblának az elnöke volt, vagy legyen az a személynök, aki az alsó táblának az elnöke volt, vagy legyen az a legutolsó legutolsó falunak a falusi bírája, aki egyben valószínűleg a falusi előjáró, előlülő volt. Legyen az egy szabadkirályi város bírója, aki a mai polgármesternek megfelelő tisztség volt, és a bíróság az a mai városi tanácsnak, vagy az akkori városi tanácsnak a magisztrátusaiból állt, tehát maga volt a magisztrátus. Tehát egybe esett a bíráskodás, hiszen nem vált szét a bíráskodás, mint hatalmi ág az igazgatási tevékenységtől, ugye nagyon sokáig a végrehajtó hatalomnak a része volt maga a bíráskodás is. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni 1848 előttről, hogy a bíráskodás az önkormányzásnak egy elengedhetetlen attribútuma. Ugye azt is szoktuk mondani, és azt is szoktuk tanítani az egyetemistáknak, hogy ott kezdődik mondjuk a nemesi önkormányzat, amikor a kehidai oklevélben megkapják a bíróválasztási jogot. Akkor is, hogyha ebből még 200 évig nem lesz semmi, ugye tudjuk Béli Gábor tanár úrtól, de majd utána igen. És ott van a csirája az önkormányzásnak a bíró választásban, mondjuk a szabadkirályi városokban, és mondom a nemesi önkormányzatban is. A harmadik, amit tudni kell, és ezt rögtön egy picit árnyalom is, hogy a bíróság, a bíráskodás az igazságtétel. Az nem jogszolgáltatás, az lehetőség szerint igazságszolgáltatás, de nem biztos, hogy maga a bíróság szolgáltatja az igazságot, hanem megtalálja mondjuk, ahogy a ma már emlegetett Ruszoly tanár úr írt a
Tehát igazságtétel van. Közmegegyezésen alapul az, hogy valakinek a döntését elfogadják. Nem azért fogadják el, mert ő a bíró, ő a földesúr, ő a nem tudom kicsoda, hanem azért, mert meg vannak győződve róla, hogy az a kis közösség, aki bíráskodik, amely bíráskodik, az bölcsen fog dönteni. Nem kell hozzá jogtudás. Ezt meg fogom cáfolni néhány idézettel arra vonatkozóan, hogy már a rendi korban is azért voltak ilyen követelmények, hogy legyen jogismerő, de alapvetően nem ez volt a feltétel. Nem azért volt valaki bíró, mert tudta volna a jogot. Nagyon minimálisan tanulták. Azok általában éppen nem a bíróság tagjai voltak, akik jogi ismeretekkel rendelkeztek. Nem volt ez feltétel. Az igazságot kellett keresni, nem pedig jogalkalmazás volt a bírói tevékenység. A negyedik szempont, amit felvetettem, hogy a bíráskodásban keresztül kasul érvényesülnek a rendi szempontok. Minden szempontból rendkívül fragmentált, széttagolt az ítélkezés területi alapon is, rendi alapon is. Ugye majd lesz egy következő dia, ahol látni is fogjuk, hogy alapvetően rendi bírák működnek. Egy-egy rendnek a saját rendjéhez tartozók fognak a feje fölött ítélni. Nagyon kevés nagy bírája van az országnak, és a nagybíró itt válik el a többi bírótól, hogy a nagybíró rendi különbség nélkül tud majd ítélkezni. De tényleg ez elenyésző a bíráskodók számához viszonyítva. Mindebből, hogyha summázni kéne, az következik, hogy a bíráskodás a rendi korszakban tulajdonképpen magánügy. Közügy, nyilván, de tulajdonképpen magánszemélyek ügye, már csak azért is, ugye, mert hogy három jogcímen lehet valaki bíró a rendi korban, és kezdem rögtön a legutolsóval, hogy a magánügyre rákapcsolódjak. Hát a földes úr, az úri szék jogán természetesen, mint magánszemély bíráskodik, semmilyen kinevezést nem kell neki, egyszerűen azért bíró, mert ő a föld tulajdonosa, aki a földjén élők fölött ítélkezni jogosult, erre hatalmat kapott. A legtradicionálisabb forrása a bírói joghatóságnak az nyilván a királyi kinevezés, király általi kinevezés, vagy egyszerűen megbízás, a király azt a feladatot adja valakinek, hogy most pedig te ítélkezni fogsz a, nem tudom én, a közösség véneivel, és valóban bíró lesz valaki. A király képében, a király személyében bíráskodik, a király képét pótolja, a király személyét pótolja ott az adott területen, az adott bíróságban. És hát a rendi korszak önkormányzatiságának nagy eredménye, hogy megjelenik a bíró választás. Ugye említettem az előbb a nemesek négy fogott bíráját, tehát a szolgabírákat, Kehidai oklevél óta, 14. század, ugye 1232 óta választhatnak a nemesek bírákat, mondom még egyszer, 15. századtól fognak ténylegesen választani bírákat. És ami érdekesebb, és ezt Budiné Beliznai Kinga dolgozta föl a tanulmányában, hogy választanak a városok természetesen bírákat, mégpedig nagyon komoly kiválasztási szempontok alapján. A városokban általában Szent György napon történik meg a választás, minden bírói tisztség általában egy évre szól, és ez egy nobile officium, tehát nem kapnak érte fizetést, ebből következően nem is nagyon akarják elvállalni a bíráskodást. Pici kitérő, az egyik kollégámmal beszéltünk a minap arról, hogy milyen hullámzó a bírói hivatásnak a társadalmi megítélése is. Hát ugye annak idején a rendiségben, amikor a középnemeseket mondjuk megválasztották bírónak, kifejezetten terhes és kínos volt a bíráskodás, de nem lehetett visszautasítani főszabály szerint. Tehát fizetés se járt érte, munka is volt vele, kellemetlen is volt, mert mégiscsak el kellett ítélni embereket, csak a baj van a bíráskodással, és aztán ez majd fog fordulni természetesen. Szóval, hogyha szabad egy kicsit idézni az ilyen Szent György napi bíróválasztásnak a feltételei közül, hogy kik közül is lehet választani, Buda város jogkönyvéből az idézet: Budán olyan férfiút választottak, aki bölcs és hatalmas, azon kívül ismert és kedvelt tagja volt a közösségnek. És nem utolsó sorban, ingatlannal rendelkezett a városban, ugye, mint az angol szász rendszerekben, ahol felelősséget kapcsolnak ehhez, hogy tulajdonos legyen valaki. Ha nem volt ingatlana, akkor kezeseket kellett állítania.
De elvárták a hivatalra való alkalmasságot is, mivel bíró csak az lehetett, aki legalább 6 éve tagja volt a városi tanácsnak. Sem bíró, sem egyéb tisztségviselő nem lehetett az, írja Beliznai Kinga, aki kötelességét rosszul teljesítette. És egy idézet a Budaváros jogkönyvéből, nem lehetett bíró az sem, aki hírhet, fecsegő, aki csaló, gyerekeskedő, hóbortos és besúgó volt. De fösvény, részeges, esztelen, nagyon szegény, istentelen, tékozló, gyilkos, illetve mindenre igent mondó embert sem tartottak alkalmasnak a hivatalviselésre. Kemény feltételek. Selmeci városi jogkönyv feltételként a fedhetetlen előéletet is előírta. Szepesi városi jog szerint a jó bíró legyen istenfélő, szorgalmas és becsületes, semmiféle ajándékot ne fogadjon el a peres felektől, rokonságot ne pártolja. Pozsonyban megkövetelték, hogy a jelölt bölcs legyen, meg ne csalják, igazságos, hogy zavarba ne jöjjön, erős lelkületű, hogy ment legyen a félelemtől, továbbá jóságos és mértékletes is legyen a mi bírónk. Hogyha megválasztottak valakit bírónak, és jó szívvel ajánlom a tanulmányt a rendi korszak iránt érdeklődők figyelmében, nagyon sok jó példa van benne hasonló követelményekre, akkor léphetett hivatalba, hogyha letette a hivatali esküjét. Megint egy idézet Kassa városából, egy vásárbíró megválasztásakor letett eskü, szövege így szól: Isten tégedet úgy segéljen, és azt te, keresztény hited, hogy bíró uramnak és az egész városnak, Kassának mindenben igaz leszesz, és főképpen ez mostani vásárbíró tisztetben igazán és híven eljársz, az piacon való régi szokást és rendtartást minden személyi válogatás nélkül igazán megtartod, az város jövedelmét igazán beszolgáltatod, az tanács szobájából semmi leveleket ki nem viszed, az, mit itt benn hallasz, vagy bíró uramtól, vagy az fizető uraktól, azt ki nem hirdeted, és senkinek meg nem jelented, minden dolgaidban az régi szokás és igaz hitöd szerint eljársz, Isten téged úgy segéljen. Le kellett tenni a hivatali esküt, ugye csak hogy a szüke pátriámról beszéljek megint, Debrecenben a járásbíróság aulájában a debreceni főbíró esküje van fölvésve a falra. Sosincs egyes bíráskodás. Éppen azért, mert hogy nincsen a bírónak kötelező jogvégzettsége, ezért mindig a kollektív bölcsességben bíznak, és társas bíráskodás van a rendi korszakban. Idős spórolás véget a bírói függetlenségnek a rendi korszakbeli értelmezésén egy picit spórolok, egy picit húzok. A lényeg fönt van a dián. Ugye a bíró legyen észnél. Ez az alapvető követelmény, mert hogy a bíró tudatlansága káros a perlekedőkre, és hát járjon el becsületesen, mert hogy akkor meg, hogyha nem így tenné, akkor a bírói tisztességet, a bírói hivatalt járatná le. A bírói függetlenséget nem a mainak megfelelően értelmezték, hanem tulajdonképpen kétirányú függetlenségről van szó, felfelé irányuló függetlenségről, tehát figyelni kell azt, hogy hogyan utasítható vagy nem utasítható a bíró, zárójel utasítható a bíró a rendi korban. Felső bíróságok rendszeresen bírói parancsal szólnak bele alsó bíróságok ítélkezésébe, zárójel bezárva. De minden esetre hát ezt az uralkodók megpróbálják időről időre eltiltani, hogy ne kerülhessen ilyenre sor, hogy beavatkoznak a felső bíróságok az alsó bíróságok ítéleteibe, sokszor ugye a mai értelemben vett jogerő után is, illetve hát lefelé vagy kifelé is függetlennek kell lenne a bíráknak, a felektől is független legyen, ne vegyen figyelembe személyes tényezőket, és így tovább. Egy nagyon érdekes részt emeltem ki, 18. században a bíró elfogadhatott ajándékokat. Ez teljesen törvényesnek tekintették, ez teljesen rendben lévő volt, hogy a bíró pénzt és egyéb ajándékokat elfogadhatott a felektől, ne legyen ez különösebben kirívó, akkor nincsen vele semmi baj. Az első olyan zökkenő, ahol porszem megy a fogaskerekek közé, az második Józsefnél kerül elő, akinek az az elképzelése a ma már megint csak vagy kétszer emlegetett Novus Ordóban,
és más pátenseiben is, hogy a bíráskodás nem magánügy. Felejtsük el ezt, a bíráskodás egy állami feladat, és ezért államilag szervezett bíróságokat kellene létrehozni. Ugye 1785-ben ezt a pátensben ki is adja, a magyar rendek meg jól elszabotálják. Ugye 87-ben alakulnak meg talán az első judicium subalternumok, azok a bíróságok, amelyek császári bíróságok. Második József megpróbálta elválasztani a közigazgatást is a bíráskodástól, vagy fordítva a bíráskodást a közigazgatástól. A szolgabírói, császári és királyi szolgabírói hivataloknál külön választotta az ítélkező, és külön választotta az igazgatási feladatokat, és aztán a nevezetes tolvonással, ugye a halála előtt ezt mind visszavonta. Erről már volt szó. És a panel második része, ugye a polgári korszaknak a bíráskodás története. Ugye, hogyha lehetne, egymás mellé vetíteném ki a kétszer három diát. Nézzük meg az alapvető jellemzőket 1869 után. Ugye az 1869 évi négyes törvény első szakasza elválasztja a bíráskodást a közigazgatástól, innen kezdve aki ítélkezik, az nem fog igazgatási tevékenységet végezni. Sokszor el szoktam mondani, hogy azért lesz nekünk hatásköri bíróságunk, mert ez nem sikerül jól ez az elválasztás, de attól még maga az elv tökéletesen működik és igazolható. A bíráskodás még mindig van, hogy önkormányzati tevékenység lesz, de az önkormányzatot másképp értjük. Most már a bíráskodás nem egy közösség önkormányzatiságának a része, hanem a bírák között, a bírói karban jelenik meg az önkormányzás igénye. Tehát, hogy a függetlenségnek a gondolata jelenik meg már itt a 19. században. A bíráskodás innentől kezdve nem laikus igazságtétel, hanem egy hivatás, amely jogtudáson alapszik, és ugye kifejezetten professzionális réteg fogja állami alkalmazásban végezni magas fizetésért. A bíráskodás 1869 után megszünteti a rendi különbségeket, ugye a magyar királyi bíróságok, azok a mai kifejezésünkkel nézve általános hatáskörű bíróságokká válnak, tehát törvény előtti egyenlőség fog érvényesülni, és a bíráskodás állami feladat lesz. Ebből következően egységesedik a jogállás is, hogy a bírói joghatóság forrása kizárólag a királyi kinevezés lesz. Volt egy rövid időszak, amikor tervben voltak a békebírák, ugye még ott 1869-71 között, a békebírák választott személyek lettek volna, laikusok lettek volna, rajtuk nem lehetett volna számon kérni a szakszerű ítélkezést. Mire a törvényjavaslat egyáltalán az országgyűlési tárgyalásra került, bocsánat, sietni szeretnék, és ebből az lesz, hogy nem fogok tudni sietni, addigra már ez a békebíró intézmény ki került a köztudatból, tehát maradt az, hogy az államfő kinevezi a bírákat. A 1869 évi négyes, ugye mindannyiunk által tudjuk, vagy tudott tény, hogy képesítéshez köti a bírói funkciót. Ebből következően megnyílik a lehetőség, bár kivételként, ugye a főszabály még mindig a társas bíráskodás, kivételként megnyílik a lehetőség az egyes bírói eljárásra is. Aztán kimondja a 69 évi négyes törvény, hogy a bírónak szakvizsgával kell rendelkezni, ez nem pont így van. Tehát nem szakvizsgával kell rendelkezni, hanem ugye van ez a bizonyos bírói gyakorlati vizsga, amelyet le kell tenni a bírónak, nem pontosan ugyanaz, mint a szakvizsga. Ugye a 69 évi négyes törvény azt mondja, hogy a bírói gyakorlati vizsgáról külön törvény rendelkezik. Ez a külön törvény 1874-ben születik meg, és részletesen szabályozza a szakvizsgát. Azt mondja, a jelöltnek az utolsó egyetemi elméleti vizsgája, vagy az első szigorlat letételeitől számított, 3 éven át kellett joggyakorlatot folytatnia. Ebből 1869-es megoldásként 1 évet bíróságnál, másik 2 évet pedig vagy bíróságnál, vagy ügyvéd mellett kellett tölteni. 1874-ben ezt úgy változtatják meg, hogy 2 évet kellett bíróságnál tölteni, a 3. évet pedig vagy bíróságnál, vagy ügyvédnél, vagy, és akkor bejött az államügyészség is, vagy az ügyészségen lehetett eltölteni, és ezután valamely királyi ítélőtáblájának, tehát az illetékes királyi ítélőtáblájának az elnökénél kellett gyakorlati vizsgát tenni. Ez 1869-1874. 1891-ben
egy reform nyomán jutunk el odáig, hogy kimondják, hogy ez a bizonyos bírói gyakorlati vizsga azonos súlyú és színvonalú az ügyvédi vizsgával, addig az ügyvédi vizsga, szakvizsga az képesített a bírói létre, a bírói gyakorlati vizsga viszont nem képesített valakit arra, hogy ügyvédként vagy más jogászi professzióban dolgozzon. Ja, innentől kezdve azt mondták ki, hogy most már csak Budapesten lehet letenni ezt a bizonyos bírói vizsgát, egy olyan bizottság előtt, amelynek a tagjait az igazságügy miniszter nevezte ki. És csak 1913-ban jutunk el oda, hogy jogszabály mondja ki, hogy a egységes bírói ügyvédi vizsga lesz az, amelyik valakit képesít a bírói és az ügyvédi professzió gyakorlására. Nyilván nem egyszerre, tehát egyszerre nyilván nem lehet valaki bíró és ügyvéd, de hogy egységes vizsga lesz. Tehát 1913-ban lesz ugyanaz a követelmény a bírákkal szemben, mint a ügyvédekkel szemben. Ennek a részletszabályait aztán később rögzítették, meg pontosan leírták, hogy mi a szakvizsgának az anyaga. Maradt a polgári korban is az eskü, mint a tevékenység elkezdésének alapfeltétele, ezt 1871-ben egy igazságügyminiszteri rendelet szabályozta, hogy mire kell megesküdni, és hogyan. Ugye ennek garanciális jelentősége volt, hogy a kinevezéstől számított egy hónapon belül le kellett tenni ezt az esküt, mert amennyiben nem tette le az esküt a bíró, akkor úgy kellett tekinteni, hogy a kinevezése semmis. Néhány akadályoztató esetet azért elismert a jogalkotó, ugye nem sokára jön azért itt az első világháború, például a tényleges katonai szolgálat alatti kinevezés, az ugye meggátolhatta a bírót abban, hogy a hivatali esküjét egy hónapon belül törvényszék teljesülésében letegye, de ez menthető oknak minősült. A bírói függetlenség, megint ugranom kell, bírói függetlenségnek a tartalma tulajdonképpen megegyezik 1869 óta a mai bírói függetlenségről alkotott képünkkel. Egy dologra szeretnék itt kitérni, ez pedig a bírák minősítésének a rendszere. A bírók minősítésének a rendszere, az tulajdonképpen a neoabszolutizmusból ered, sőt, az abszolutizmusból ered, azt kell, hogy inkább mondjam. Ugye a királynak vindikálták, vagy a királynak tulajdonították azt a jogot, nem a király vindikálta magának, de ő is elfogadta természetesen, hogy a bírák fölött felügyelettel bír. És ezt a felügyeletet 1848 óta az igazságügyminiszteren keresztül gyakorolta, az igazságügyminiszter által gyakorolta. Azt mondja 1871-ben a 8-as törvénycikk, ugye, ami a bírói felelősségről szól, hogy ő felsége legfőbb felügyeleti joga, melynél fogva felelős igazságügy minisztere által a bíróságok pontos és szabályszerű ügykezelése fölött őrködik, e részben a tapasztalt hiányok orvoslásáról gondoskodik, az igazságügy általános érdekében, valamint egyes panaszok esetében a szükséges adatok felterjesztését elrendeli, visszaélések megvizsgálása és megtorlása iránt intézkedik, és ez a jog, mondják 1871-ben, a jövőre nézve is érintetlenül marad. Tehát ezt az osztrák mintából átvett felügyeleti jogkört megőriztük. És ennek az lett a következménye, hogy a saját törvényszéki elnöke évente, az ítélőtáblai elnök pedig két évente ellenőrizte a bírák ítélkező tevékenységét. Nyilván nem azt, hogy most egy ügyben milyen ítéletet, tehát hány hónapot ítéletet szabtak ki, hány hónapos büntetést, hanem azt, hogy időben írásba foglalta-e, hogy szakszerű volt-e az indokolás, hogy jól megalapozottan tűzte ki a tárgyalási napokat, hogy jól osztotta-e be az ügyeket, ugye ezek még tömegnapok voltak, és így tovább. Ezeket lehetett ellenőrizni, és hát a felügyeleti intézkedés figyelmeztetésben merült ki általában, meg tudták általa akadályozni azt, hogy mondjuk egy fegyelmi intézkedésre kerüljön sor. A bírói felelősséget ismerjük megint csak mindannyian. Hoppá, elírtam, az hivatali büntet akar lenni, és fegyelmi vétség, illetve a bírák anyagi felelőssége is ismerős. Már ismeretes, már be is fejeztem. Szolgálati viszony megszüntetéséről csak annyit, hogy ugye most már a 70 éves nyugdíjkorhatárral lehetett, illetve kérésére megszüntetni a szolgálati viszonyt, és hát ugye, amiről már nem fogok beszélni, az a szocializmus is az, hogy 1990-ben, ahogy mondtam, tulajdonképpen az első lépés a bírói
jogállás rendezésére, az államfői kinevezésnek a visszaállítása volt. Köszönöm szépen a figyelmet!